I'm too lost without your vision. You have everything I'm missing. És hát akkor folytassuk tovább a ozmós tesztelős napot. Megmondom őszintén, hogy legelőször, mikor bekapcsoltam, illetve elkezdtem használni ezt az ozmót, akkor egy picit úgy éreztem, hogy azért annyira nem stabil a kép. Mert itt van ez a kis iPhone, van egyébként egy iPhone 6-ossal használom ezt a kütyüt. Volt néha olyan érzésem, miközben így gyalogoltam, vagy mentem, vagy éppen futottam, hogy rászkódik a kép. De érdekes módon kellemeset csalódtam, amikor feltöltöttem a számítógépre ezeket a videókat, mert igazából egyáltalán nem rászkódnak, sőt, nagyon is stabilak. Úgyhogy ez egy kis kellemes kis meglepetés volt. Ez az autós felvétel teszt. Érdekes, mert mindig a kijelzőre nézek rá, nem a kamerába beszélek, és akkor ez így kicsit annyira nem jó. Tehát még szokni kell. Mint minden új eszköz természetesen. Úgy döntöttem, hogy vlogoláshoz visszatérek ehhez a Canon kamerához, tehát ezt fogom ma most már használni. Viszont készíteni fogok még egy-két videóklippet ezzel a kis kütyüvel, ugyanis még a slow motion-t, azaz a lassított felvétel funkcióját még ki sem próbáltam. És úgy néz ki, hogy ez nagyon ígéretes lesz. Most csináltam egy gyors videófelvételt itt az irodába, és eszméletlenül jól néz ki. Azt már biztosan mondhatom, hogy vlogoláshoz egyáltalán nem jött be. Nagyon stabil és nagyon szép videóklippeket lehet vele készíteni. Erre tökéletes. Hamarosan jövök vissza, és el fogom mondani, hogy nekem mi tetszett benne, illetve azt is, hogy mi nem tetszett benne. Megyek, még csinálok pár, és utána szerintem ennyi is volt az Ozmo. Oké, megcsináltam, amit akartam, most már megyek vissza és elmondom a tapasztalataimat. Elmondom, mi a jó, mi volt benne a jó, mi volt benne a rossz részemről. Na hát, szeretném megosztani veletek a tapasztalatomat a DJI Osmo-val kapcsolatban. Hogy mi is ez tulajdonképpen? Úgy lehetne megfogalmazni magyarul szerintem, hogy egy három tengelyen mozgó képstabilizátorral ellátott kamera. Nagyon jó arra, amire ki lett találva. Kezdjünk is hát bele. Először mondom azt, ami tetszett benne, és utána mondom azt, ami nem. A külalakban, illetve a felépítési minőségben nem találtam. Várjátok, egy kicsit komoly dolgokról van itt szó. Szóval a felépítése, meg az anyagválasztás úgy az összes egészében jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Nagyon jó anyagból van összerakva. Ez nem egy gagyi minőség, azt tuti. A gyerekek, olyan kameramozgásokat tudtok ezzel elérni. Durva. Erre lett csinálva ez a kamera. Ez tuti. Hollywoodi mozgások hozhatók létre ebből a kis kütyüvel. Az esküvői videózásoknál és egyéb ilyen jellegű videókészítésnél nagyon hasznos tud lenni az ilyen. Úgyhogy a külső mikrofonnal nagyon pöpec hangot lehet elérni, szóval hogyha van hozzá külső mikrofon, az tökéletesen jó. Nekem a legkedvencebb dolgom ez a joystick. Itt van ez a joystick. Rajta, itt. Hát ez, gyerekek, ez halálosan jó, nagyon jó. Bekapcsolom. Hello, Valli! Pip, 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 pip. És akkor így tudod irányítani. Figyeld! Jobbra, balra, le, föl.
Amiről még érdemes beszélni, az a lassított felvételkészítés. Gyerekek, ezzel olyan lassított felvételt készítetek, az Osmo az 4K-ba is képes videót felvenni. Egyébként ez nem egy elhanyagolható tulajdonsága ennek a kis gépezetnek. Oké. Ha vlogolni szeretnél ebből a kis masinával, akkor szükséged lesz akkumulátorra. De nem egyre. Egyen nem fogsz semmire jutni, ugyanis ez a gép, ez zabálja az aksikat. És következő! A mikrofon, a beépített mikrofon. Hát én ekkora rakás én még nem láttam életemben, tehát igazából minek rakták bele? Abszolút fölösleges, csak a helyet foglalja. Jó, tudom, hogy gagyin néz neki, hogyha nem lenne benne egy mikrofon, és nem tudná vele felvenni hangot, de... Hát mindenképpen, ha komolyak a szándékaid, és komoly videókat akarsz, amin van hang, akkor javaslom, hogy vegyél egy profi mikrofont hozzá, amit szoktak ajánlani egyébként, ez a döglött macskás szituáció. Ez egy Rode videomikro, tehát egy jó minőségű mikrofon az szükségeltetik ahhoz, hogy jó minőségű hangot tudjál felvenni ebből a kis kütyővel. Mert a beépített mikrofonról... Mukodj! 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 Beüzemele is idő. Gyerekek, ez körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint annak idején volt a Windows. Mire elindult, addigra meg tudtál főzni a reggeli kávédat, meg tudtál reggelizni, meg még fogat is tudtál mosni. Úgyhogy a beüzemelése katasztrofálisan hosszú. Jó, persze, mihez képest? Ha történik valami akció, akkor arra van szükséged, hogy azonnal előkapj egy kamerát, megnyomd a gombot és már tudsz is felvenni. Igazam van? Vagy igazam van? Igazam van. Az Osmo erre nem képes. Erre nem való, abszolút nem való. Mert mire csak bekapcsolod, illetve elkészíted a bekapcsoláshoz, addigra ráleszteledik. Azt mondja, a telefon a kijelzője. Őszinte leszek, nem vagyok benne biztos, hogy ez negatívum, de abból a szempontból biztos kibaszott nagy szívás, hogyha leverül a telefonod, mert akkor nem fogod látni azt, hogy mit fogsz felvenni. Hát igen, zúg a ventilátor, tehát maga az Osmónak a kamerájában van beépítve egy ventilációs berendezés. Viszont volt rá egy szoftver frissítés, ami azt tette lehetővé, hogy amikor megnyomod a felvétel gombot, akkor a ventilátor abba marad. Na most nem az a lencse, amit megfőzünk új évre, hogy minél többet eszel belőle és annál gazdagabb leszel. Nem, ez nem az a műsor. A kamerának a lencséje. Ez egy 3,6 mm-es 2.8-as kamera, a fókuszpontja a 20 mm-esnek felel meg, legalábbis ezt írják itt rajta. Ami nem igazán jó sötétben. Nem az utcai közlekedésre gondolok, de a közlekedés alatt azt értem, hogy ezzel a... Várjál, mindjárt beizzítom itt a helyzetet. Hát ez így néz ki, szóval itt ez a mikrofon, ez a telefon, és ez maga a kütyű. De ezt hogy rakom le? Tehát hogy? Így. Ez így most így van lezárva. Erről áll a kamerája, nem pedig szembe velem. És ugyebár az ember, mikor már nem használja, olyan gagyin izé, tehát olyan félve rakom le mindenhova, mert mi van, hogyha megsérül az a lencse, vagy... Jó, ennyi lett volna az én kis tapasztalatom. Lehet, hogy kihagytam belőle egy csomó dolgot. A videó elején, illetve az előző vlogban már említettem, hogy nem szeretnék annyira mélyen belásni, hogy kell az Osmót használni, illetve nem akartam ilyen részletes véleményezést róla készíteni. De ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek egy részletesebb
véleményezés, tehát arra gondolok, hogy hogy kell bekapcsolni, hogy kell összepárosítani a telefonnal, ilyen jellegű dolgokra gondolok. Ha szeretnétek, hogy készüljön egy ilyen videó, akkor kommenteljétek meg ide a videó alá. Vagy ha valamit kihagytam, és nektek más tapasztalatok van, azt is nagyon szívesen szeretném meghallgatni, legalább mások is tanulnak belőle, vagy hozzá tudnak szólni. Ezt mind ide a videó kommentekben legyetek szívesek. Miután elkezdtem vlogolni, ennyit soha nem ültem még egy helyben, és ennyit nem járt a szám, már habzik az egész, úgyhogy ennyi volt.